Gulácsi Lajos rokokó korszakának egyik ikonikus alkotása a vasárnap délután Komóban. A képet egy macskaköves kanyargó út szeli át kőkerítéssel szegélyezve, a háttérben pedig Komó rózsaszínes házacskáit, tornyait, háztetőit láthatjuk. A figurák felénk közelednek, sétálgatnak, az előtérben egy pár beszélget egymással, és hozzájuk igyekszik egy idősebb úr, ő Gulácsi Lajos egyik visszatérő karaktere, Herbert, aki komikus, ám egy kicsit groteszk is. A képet alaposabban közelebbről megfigyelve láthatjuk, hogy Gulácsi az ecsetet megfordítva az ecset szárával visszakapart bizonyos részleteket, és ezzel egyfajta patinát adott a képnek, ezzel fokozva annak ódon hangulatát. Gulácsi 1908-ban töltött egy kis időt Komóban, és az édesanyjának írott leveleiből kiderül, hogy itt nagyon jól érezte magát, részletesen írt a városról, a parkokról, a tavaszról, és végignézve az életművet láthatjuk, hogy ez tényleg az egyik legjobb, legkiegyensúlyozottabb időszaka volt. A képet még utólag megfestve is láthatjuk ezt a meseszerű, nagyon kedves hangulatot. A rokokó minő megihlette a 19. század historizáló alkotóit és Gulácsi kortársait is, így Benczúr Gyulát, Vasszary Jánost vagy Szinnyei Merse Pált. Láthatunk heverésző, kosztümös figurákat, vagy bábszerűen különös kertekben sétálgató figurákat. Gulácsi Lajos életművében általános az elvágyódás egy régi, letűnt korszakban, így a középkorban vagy a reneszánszban. 1909 körül azonban egy változást figyelhetünk meg, innentől a rokokó és a 18. század kifinomult elegáns világa is megihleti őt. Ez együtt jár egy téma változással és egy színhasználat változással. Megjelennek a parókás, harisnyás, kifinomult figurák, hölgyek és urak, ahogyan sétálgatnak parkokban, kertekben, villákban mulatják az időt, flörtölgetnek, beszélgetnek egymással. Az eddigi barnás, sárgás, sötétebb színvilágot pedig átváltja egy paszteles, kékes, hűvös színvilággá. Az 1911 körül készült Szappanbuborék című képén, mintha magát Gulácsit látnánk, egy játékba belefeledkező, buborékokat fújó figurát láthatunk, és az öltözete akár a Gulácsi öltözete is lehetne, ugyanis Gulácsi leírja a Tűnődéseim című emlékezésében, hogy egyszer hogyan jelent meg egy kávézóban. Felvett egy selyem kabátkát, finom harisnyát, egy magas sarkú ezüst csatos topánkát, és még régi velencei csipkét is szerzett, amiből manzsetta és gallér készült. Erre egyébként egy festménye árát kellett ráköltenie. Ez az elegáns, kifinomult világ nagyon távol állt egyébként a budapesti mindennapjaitól, ugyanis édesanyjával nagyon szerény körülmények között kellett élniük. A bohócok, a komédiások, a nevettető, groteszk figurák visszatérő elemek Gulácsi életművében, és gyakran önmaga arcvonásait figyelhetjük meg ezeken a karaktereken. A francia rokokó legnagyobb mestere, Antoine Watteau volt az ő egyik inspirációs forrása, és Watteau bohóc figurái egy kicsit szomorkásak, kicsit melankólikusak. Gondolhatnánk, hogy a rokokó egy felületes, felszínes, mesterkélt világ, de már a 19. században is úgy hivatkoznak a rokokóra, mint egy melankólikus, búskomor, szomorkás világ.